Az utolsó pillanatban dőlt el, hogy Baján rendezik az országos döntőt, hiszen néhány nappal a finálé előtt még nem vállalta senki a lebonyolítást. Végül a Honi Szövetség és az önkormányzat segítségével a bajaiak bevállalták a rendezést, így csütörtöktől vasárnapig a Dr. Pósta Sándor sportcsarnokban pattoghatott a labda. Az ünnepélyes megnyitón Dancsa Bálint sporttanácsnok köszöntötte a csapatokat. Igen, a fiúk is és a lányok is nagyon jó helyen vannak az utánpótlás nevelésben. Ilyent már nyertünk, tehát országos bajnoki címmel rendelkezünk. Hát most épp, hogy egy hajszállal lecsúsztunk, remélhetőleg ez most ugye a 9. helyért történik a játék. Én drukkolok és este jövök is ki a 7:30-as meccsre, hát ha az én tapsom is hozzásegíti a csapatot ahhoz, hogy megnyerjük. Hozzásegítette, a lányok meghálálták a szurkolást. A B döntő akár a csalódott csapatok finália nevet is kaphatná, hiszen több olyan gárda is pályára lép, akik eredetileg a legjobb 8 közé szerettek volna bejutni. Persze olyanok is vannak, akik örömmel jöttek erre a 4 napra is. Azt gondolom, hogy egy-két csapat csalódottként vesz részt, mi is talán, mert az A döntőbe vártuk a csapatunkat. A többiek pedig örülnek annak a lehetőségnek, hogy még játszhatnak itt 5 jó mérkőzést. Mi szeretnénk a kicsit csalódottságunkat leküzdeni, és egy jó teljesítménnyel éremért vagy netán döntőt játszani. A bajai NKK csapata fantasztikus teljesítményt nyújtott a 4 nap során. Bődi Krisztián lányai a csoport küzdelmeket 3 magabiztos győzelemmel tudták le, majd az elődöntőben a Zalaegerszeg sem okozott gondot. A fináléban a csoportból már megismert Nyíregyháza volt az ellenfél, amely csapat ellen a bajaiak újabb magabiztos sikert arattak. Hogyha azt nézem, hogy mennyit kosaraznak a lányok, hányan vannak közöttük, akik később kezdték, és alapvetően milyen adottságaink vannak. Most ez nem szégyen ez erről beszélni, hogyha megnézem a magasságot, az élsporthoz szükséges súly, gyorsaság arányát, akkor azt mondhatom, hogy ennél sokkal előrébb nem tudtunk volna végezni, tehát a munka az megvolt, és elértünk egy eredményt, tehát ezt csak folytatni kell, és majd meglátjuk. A Bajai NKK serdülő csapata így megnyerte a B döntőt, és a 9. helyen zárta a bajnokságot. A lányok most nyári pihenőre mennek, de aztán megkezdik a felkészülést, hogy jövőre immáron a kadett korosztályban is jó eredményt érhessenek el.